Simicron Kft-től Tóth Mihály állít mellettem. Misi, tudnál mondani pár szót arról, hogy milyen a kiállítás, hogyan jöttetek ide ki, milyen termékekkel vonultatok föl most a kiállításra? Vadi új termékünkkel, a hidraulikus tokmányokkal jöttünk ide a Metáv Düsseldorfra, valamint egy olyan egyedi megfogó készülékkel, ami speciális feladatokra tervezett a cégünk és gyártott le. A kiállításon rengeteg nézelődő van, ebből kevés az igazi szakmai, illetve potenciális ügyfélnek tekinthető ember. Hogyha a Magtechhez kellene hasonlítani, akkor létszámban lényegesen magasabb, vagy összehasonlítani egyáltalán a két kiállítás? Magtechhez képest maga a Metáv már alapterületében is jóval nagyobb, én szerintem olyan 2-3-szoros. Viszont magyarként szerintem nehezebb itt részt venni, mint egy Magtechen. Nem csak a nyelvi nehézségekre gondolok. Én úgy gondolom, hogy egy szakmai vásáron kiállításon megjelen nagyon fontos. Több szempontból is. Egyik szempont, új partnereket lehet találni. Másik szempont az, hogy a meglévő partnerekkel a kapcsolatot lehet ápolni, az újdonságokat bemutatni részükre. A harmadik szempont pedig, hogy nagyon sok konkurenciánk van már Magyarországon is ezekkel a termékekkel, és igenis meg kell mutatni, hogy mi is vagyunk még a piacon. A Simicron Kft. Múltjáról tudnám mondani pár szót? Simicron Kft. Önmaga 92-ben alakult, de a gyökerek azok 79-ig nyúlnak vissza, amikor a Szerszám gépipari művek létrehozta a kecskeméti gyárában a golyósorsó üzemet. Tehát a golyósorsó gyártás az immáron 30 éve működik, Simicron Kft. 20 éve tevékenykedik a piacon, a tokmányokat pedig 97-ben kezdtük el fejleszteni. Mondanám még arról pár szót, hogy mitől különleges az általatok gyártott termék, amivel most ide kijöttetek? Egy szabadalommal védett újdonsága van ezeknek a hidraulikus tokmányoknak, ami annyit tesz, hogy a látható három pofának a rögzítő csavarjait nem kell leszedni, és kézzel átállítani a pofákat, hogy olyan kisebb átmérőről, nagyobb átmérőre szeretnénk dolgozni, hanem ezt a tokmány önmaga a CNC vezérléssel és a hidraulikus henger munkájával ezt elvégzi. Köszönöm szépen! Köszönöm én is!